Érdemes lesz sűrűn belenézni a postaládákba a következő napokban. Elkészült az előző fűtési szezon elszámolásaival a nyírt elfő, amelyeket első körben július végéig a közös képviselőknek küldenek ki, akiknek innentől 8 napjuk lesz arra, hogy jóvá hagyják, esetleg módosítsák azokat. Ha ez megtörtént, akkor kerülhet számla formájában a fogyasztókhoz. Nagy meglepetésre nem kell számítani az ebben szereplő összeggel kapcsolatban, miután az elmúlt téli időjárása hasonló volt az előzőhöz. A 2017-18 egy meleg év volt, hiszen a tavalyi évben, ha jól emlékszel, akkor fogyasztóink is emlékeznek valószínű rá, áprilistól már nem fűtöttünk. Ugye egy viszonylag enyhe tél volt, és az idei tél sem volt hidegebb, de jóval hosszabb volt, hiszen még május végén is fűtöttünk. Emiatt a két időszak majdnem hasonló, emiatt van az, hogy a fogyasztóink közötti elszámolásban a szaldó körülbelül 30 millió forint, tehát ennyire lecsökkent, nagyon kevés visszafizetni valónk van, mert jó voltak azok az előlegek beállítva. Tehát ezek az elszámolások legkésőbb augusztus végéig megtörténnek. A 30 millió forintos összeg az, amit visszafizet a cég a fogyasztóknak, de persze lesznek olyanok is, akiknek plusz pénzt kell befizetniük. Ők valószínűleg azok, akik még május végén is fűtöttek. Közben más folyamat is zajlik a nyírtávfőnél, mivel fontosak számukra a visszajelzések, augusztus közepéig egy 4000 fős mintán keresztül mérik az elégedettséget. Ez két évente kötelező is megtenniük, így már van tapasztalatuk ezzel kapcsolatban. Alapvetően én úgy gondolom, hogy már évek óta jellemzően, mivel nincsenek üzemzavarok télen, fogyasztóink a szolgáltatásunkkal általában azt mondom, hogy elégedettek, tehát 4-es fölötti osztályzatokat kapunk. Amit látunk, hogy jobban oda kell figyelnünk, az elektronikus ügyiratkezelés, az elektronikus számlázás. Fogyasztóink nem ismerik ezeket a módokat, nem tájékozódnak, nem keresik eléggé a weboldalunkat, ahol gyakorlatilag minden információ megtalálható. Hát ezt kell fejlesztenünk mindenképpen ügyfélszolgálatunkon keresztül. A felmérés 8 diák segítségével végzik. A lezáróta után pedig kiértékelik a válaszokat, és ennek függvényében módosítják vagy alakítják át azokat a folyamatokat, amelyek a visszajelzések alapján nem megfelelőek.